folytatjuk egy szociális témával. A kormány nem hajlandó a rokkantakkal tárgyalni a múlt év végi rokkant ellátási törvény visszavonásáról és az új komplex minősítési rendszer felülvizsgálatát több civil szervezet kifogásolta, pedig számtalan példa mutatja, hogy sokszor komolyan egészségkárosodott emberektől veszik el az ellátás jó részét. A demokratikus koalíció szerint is bajok vannak a rokkant ellátással, ők monitoroznák az eseteket. Szűcs Erika a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit jelent ez a monitorozás, és mennyiben segítene ez az érintetteknek? Természetes, hogy egy egészségkárosodáson alapuló ellátás megállapítás az mindig egy konfliktusos folyamat. Az érintett az az életének a megoldását ebben látja, az orvosoknak pedig kötelességük szakmai alapon eldönteni azt, hogy valóban egy végleges ellátásba történő áthelyezés a megoldás, vagy pedig egy rehabilitáció és a munkavállalás. Tehát ez a folyamat mindig is konfliktusos volt, korábban is jelentek meg ezzel kapcsolatban problémák. Most azonban a kormány meghirdette, és amennyi ellátottra kötelezővé tette az újra felülvizsgálatot, például olyanok számára is, akik korábban végleges egészségkárosodási minősítést kaptak, mondjuk például bírósági határozattal, nekik is be kell jelentkezni, és újra felül kell magukat vizsgáltatni. Ez a rendszer, ez a felülvizsgálati rendszer egy nemzetközi standard alapján történik, azonban éppen a sajtóban is nyilvánosságot kapott esetek azt mutatják, hogy ennek az alkalmazását, az alkalmazási körülményeit folyamatosan értékelni kell. Egyébként is minden rendszer megváltoztatásánál az a logikus szakmailag elvárható, hogy aki ezt kezdeményezi, folyamatosan nézze, hogy hogyan működik a gyakorlatban, és ne csak ő maga. Mert itt az a helyzet, hogy természetesen a hivatal, aki ezt csinálja, azt fogja mondani, hogy minden rendben van. És aki... nyilván azt fogják mondani, hogy ő folyamatosan figyelik. Van. Ezért a monitorozás a nemzetközi gyakorlat egy partnerségen alapuló, tehát az érintettek érdekképviseletei szerveit bevonó akció, ahol a másik félnek a szempontjai is, és a másik félnek a tapasztalata is megfelelően megjelennek, és értékelésre kerülnek. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szükséges lenne annak érdekében, hogy az embereknek meglegyen a bizalma ez iránt, a hivatal iránt, ez iránt, a folyamat iránt, mert hogy a nagy problémát, a lelki frusztrációt az emberek többségében, és itt azért sok százezer emberről van szó, az okozza, hogy nem hisz benne, hogy objektíven, tisztességesen fogják megítélni az ő egészségi állapotát, helyzetét és lehetőségeit. Hát persze, pont ahogy arra az előbb utalt, ebben nehéz is úgy hinni, hogy senkinek ne lehessenek félelmei a dologgal kapcsolatban, hisz éppen azért indult el az egész folyamat, és ezt nem a jelenlegi kormány találta ki, hanem már jó régóta van erről egy társadalmi vita, mert tudjuk, hogy túl sok ember élhetett korábban ezzel a lehetőséggel, túl könnyen lehetett valakinek leszázalékoltatni magát. Bizonyos esetben persze ebben volt egy olyan szociális segítő szándék is a korábbi kormányok részéről, hogy mivel a munkaerőpiacról nagyon sokan kihullottak és nem találtak vissza, ezzel teremtettek kvázi lehetőséget embereknek arra, hogy valamilyen módon mégiscsak olyan ellátásos segélyekhez jussanak, amiből meg tudnak élni, de ennek lett az eredménye egy fenntarthatatlan rendszer. Az, aki most évek, akár évtized óta előnyeit élvezte annak, hogy gyakorlatilag kellő megalapozottság nélkül került ebbe a kategóriába, az nyilván, hogy ezt rosszul fogja megélni, és nyilván, hogy nagyon nehezen fog visszatalálni a munkaerőpiacra, még akkor is, hogyha kiderül, hogy egyébként az alapvető egészségkárosodása, amiről szó van, az soha nem volt akkora mértékű, hogy ezt indokolja. Egyrészt szeretném azt mondani, hogy azért ez a vélekedés ma már nem egészen helytálló, hiszen eltelt 20 év a nagy rokkantosítási hullám után, és az adatok mutatják, hogy egyrészt ma már a rokkantellátásban részesülők 28 év átlagos nyugdíj munkaviszony, tehát nyugdíjárulék befizetés után kerültek be a rendszerbe, és egyre kevesebb, folyamatosan csökken a rokkant nyugdíjasként eltöltött időnek a hossza, most már 10 év alatt van. És még egy dolog, hogy 2008 a rehabilitációs eljárás bevezetése óta 100 000 fővel csökkent a rokkant nyugdíjasoknak a száma, tehát egyre kevesebb a bekerülő. Úgyhogy egy folyamat elindult, amely tulajdonképpen ezt a rendszert kitisztította volna. Tehát nem is lett volna szükség semmiféle felülvizsgálatra ön szerint? Ez a felülvizsgálati rendszer, ez a 2008-as változtatásokkal együtt lett meghonosítva,
Itt a szigorításra nincs szükség, viszont arra mindenképpen szükség van, hogy ezt a folyamatot, hogy milyen egészségkárosodású emberek kerülnek be, nekik milyen munkalehetőségek vannak, milyen foglalkozási rehabilitációk szükségesek, hiszen ez lenne az alapinformációja a munkahely kínálat bővítésének. De nem itt van egyébként az alapvető ebb úgymond elhantolva, hogy lehet, hogy sokan vannak, akik elvileg képesek lennének valamiféle munkára, csak hogy ez akkor működik a munkaerő kínálat megteremtése, mondjuk például egy ilyen rehabilitációs folyamaton keresztül, amikor van egy piac, amelyik fel tudja szívni ezeket az embereket. Jelenleg viszont a gazdasági helyzetből adódóan, és mondjuk pont tegnap jelentek meg a GDP adatok, hogy megint recesszióban van a magyar gazdaság, nincsenek munkahelyek. Így van, pontosan ezért a másik elem, amit hangsúlyozni szeretnénk ezzel az ellátórendszer megváltozásával kapcsolatban, hogy véleményünk szerint a rehabilitációs kártya bevezetése egy szükséges, de messze nem elégséges lépés. Ahogy az előbb mondtam, azért szükséges az egészségügyi felülvizsgálat monitorozása és adatok gyűjtése belőle, hogy igenis tudjunk munkahely kínálatot bővíteni, és ezt a munkahely kínálatot nem csak a járulékoknak az elengedésével kell megtenni, hanem egészen másfajta módszerek is szükségesek. Az ÁSZ-nak van egy nagyon érdekes tanulmánya 2009-ből, amely alapvetően a rendszer továbbfejlesztésében nem az ellátottak ellátásainak a csökkentésében látja a megoldást, hanem a munkahely kínálat bővítésében, ahol a munkáltatókkal történő együttműködés, úgynevezett integrált munkahelyek kialakításának a támogatása, felkészítő szolgáltatások támogatása lenne a megoldás. Ez nagyon nehéz dolog, és ezért baj, hogy egy recesszióba forduló gazdaságban tulajdonképpen a munkaerő kínálatot bővíti a kormány az intézkedéseivel, miközben a gazdaság zsugorodik. Ez egy nagyon komoly társadalmi konfliktust mélyít egyébként tovább, hiszen akkor ez létező dolog. Miért nem történt mindez meg korábban, mondjuk a szocialista kormány idején, amikor egy ideig a világválság kitöréséig konjunktúrában volt a magyar gazdaság? Hát ugye a rehabilitációs ellátás átalakítása 2008. január 1-jével indult, 2008 őszén kirobbant a világválság. Ettől függetlenül a rehabilitáció és az egészségkárosodottak foglalkoztatásának a bővítése irányába akkor már elindultak a munkálatok, nem értek célba, hiszen ideje korán a válság ketté törte ezt. Én arról beszélek, hogy amikor a kormány belenyúlt ebbe a folyamatba, és kifejezetten szigorítani próbált, kifejezetten pénzt kíván elvonni belőle, akkor ez egy rossz időben tett rossz lépés, körülbelül olyan, mint az egykulcsos adó, a lehető legrosszabb időpontban történt, és látható, hogy az ország gazdasági helyzetén nem segített, itt pedig egy több mint félmilliós társadalmi csoport helyzetéről van szó. Ez biztos, hogy nem fog segíteni, sőt, nagyon-nagyon komoly problémákat fog okozni. Ez a monitorozás tehát majd azt jelenti, hogy önök lesznek adatai, amikre lehet hivatkozni, amikor újabb kritikát fogalmaznak meg, vagy azt jelenti, hogy egyedi esetekben tudnak segíteni, hogyha valaki úgy érzi, hogy ővel méltánytalanság történt, és tud valahova fordulni. A politikus, egy politikai párt, egy képviselő csak egyedi eseteken keresztül monitorozhat, úgymond. A monitorozás az a közigazgatásba beépített eljárásmódnak kellene lenni, tehát részének ennek az egészségügyi felülvizsgálatnak, ami történik, és egy olyan szabályozás kellene kormányrendelet szintjén, amely azt mondja, hogy negyedévenként egy meghatározott a kormányzati szervek, a szakhatóság, a szakma és a civil szervezetek együtteséből felálló bizottság kiértékeli a tapasztalatokat. De most önök nincsenek kormányon, úgyhogy jobb hiány, azt mondták a tegnapi sajtótájékoztatójukon, hogy önök fogják figyelemmel kísérni ezt a folyamatot, kvázi monitorozni. Ez azt jelenti, amit ön mondott, hogy egyedi eseteken keresztül, vagy az érdekelt képviseleti szervekkel való együttműködésben tudunk hangot adni annak, hogy javasoljuk továbbra is a kormánynak, hogy szervezze meg ennek a monitorozását. Hangot adni, vagy segíteni is? Hát segíteni azzal, hogy a nyilvánosság elé tárjuk azokat az eseteket, amelyek nyomatékosítják a kezdeményezésünket. És aki egy ilyen eset, és vele megtörtént az, amit majd önök is méltánytalanságnak ítélnek, az hogyan tud jogorvoslatot kapni? Szerencsére a civil szervezetek mozgolódnak, és anyagi erőforrásokat is szánnak arra, hogy jogi segítséget nyújtsanak az érintetteknek. Ebben élen jár a MEOSZ, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. Létrehozott egy civil alapot, hogy ehhez
anyagi támogatást gyűjtsön, magam is támogattam ezt az alapot, és mást is kérek arra, hogy segítsen, hiszen látható, hogy a politika erőtere úgy van megkonstruálva, hogy ott ma az ellenzéknek azon kívül, hogy a nyilvánosság elé tárja az aggályait, sok esélye nincs. A civil mozgalmaknak azonban van, például két esetben már sikerült az intézkedéseket módosítatni, a közgyógyellátás 62 év fölött, illetve az utazási kedvezmény 57 és 62 év között esetében. Köszönöm, hogy elmondta az álláspontját. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.